Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy város ciklus programjában nagyon fontos helyet foglal el a munkahelyek kérdése, a munkahelyteremtés ügye. Tehát a polgármesternek kutya kötelessége az, hogy kapcsolatot tartson a vállalkozókkal, a cégekkel és figyelemmel kísérje a munkaerőpiacnak a helyzetét. Tehát elengedhetetlen az érdekeltek összefogása, az együttműködés, közös projektek megvalósítása, a cégek jövedelemtermelő képessége és a lakosság fizetőképességének javítása miatt. Államtitkár úr, hogyan alakul a foglalkoztatás helyzete a legfrissebb adatok alapján? A KSH legfrissebb adatai azt mutatják, hogy 4 millió fölé ment a foglalkoztatotti létszám Magyarországon, ugye ez a tavalyi évvégi adatnak felel meg. Ez mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő a magyar foglalkoztatásban, hiszen 1992 óta nem volt ilyen jó adat. És ami talán ennél is fontosabb, hogy a növekmény miből táplálkozik, ugye három lába is van, nyilván szerepet játszik a migráció, nyilván szerepet játszik a közfoglalkoztatás, de döntő többségében a versenyszférában létrejött munkahelyek növelik a foglalkoztatotti létszámot. Ha ezt számadatokra váltanám, akkor azt tudom mondani, hogy nagyjából 250 ezres a növekmény összességében az elmúlt három és fél évben. Ebből nagyjából 50 ezer az, ami a migráció miatti növekmény, mintegy 90 ezerre többen dolgoztak tavaly évvégén közfoglalkoztatásban, mint 2010 áprilisában, és a maradék, azaz több mint 100 ezer ember a versenyszférában találta meg a munkahelyét. Igaz az, hogy kevesebb diplomás képzettebb munkaerőre van szükség? Én nem gondolom azt, hogy nekünk a következő időszakban a foglalkoztatás politikánkat a képzetlenség irányába kellene fordítani. Nem is ezt tesszük, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan is mintegy 100 000 embernek biztosítunk akár állam által elismert OKS bizonyítványt, akár ugye betanító jellegű képzést. Nem a diplomások számának a mennyiségével van itt alapvetően probléma, hanem azzal van elsődlegesen gond, hogy a munkaerőpiaci igények és az egyetemek, főiskolák által kibocsátott hallgatók végzettsége nem mindig van szinkronba, ezért léptünk az elmúlt időszakban e tekintetben is. Egyébként, ha a foglalkoztatási rátát vagy a munkanélküliségét rátát nézem, akkor a Magyarországon a diplomások munkanélküliség rátája az 6% körül van, miközben általában a fiatalok munkanélküliség rátája pedig olyan 26-27% környékén, tehát magyarul a diplomával azért most is azt lehet mondani, hogy könnyebben el lehet helyezkedni. Persze árnyalja a képet az, hogyha megnézem, hogy egy diplomás vajon olyan munkakörben van-e, ami valóban diplomást igényel, vagy adott esetben valóban az eredeti diplomáját használja-e a munkahelyén, de általánosságban az elmondható, hogy az ő munkaerőpiaci elhelyezkedései lényegesen jobbak. Melyek a hosszabb távú célok a foglalkoztatás területén? Hát a hosszú távú célunk az, hogy egyrészt a legfontosabb cél, hogy 2020-ra ugye 1 millió új adózó munkahely jöjjön létre a 2010 tavaszához képest. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hiszen ugye az Unió a 20-64 éves korosztályban egy 75%-os foglalkoztatási szintet vár el a tagállamoktól. Ez nagyjából nálunk ezt a számot fedné le, de magunkhoz képest is azt gondolom, hogy fontos ezt a célt mindig szem előtt tartanunk, és ugye 4 millió fölé ment a foglalkoztatotti létszám, de ahhoz, hogy egy picit is nyugodtabbak legyünk, ahhoz az kellene egyrésztről, hogy a versenyszféra a következő években még nagyobb arányban tudja a foglalkoztatást növelni, és a 4 millió fölött tudjunk maradni tartósan, munkanélküliség kapcsán pedig a 10% alatt legyünk képesek folyamatosan tartani ezt a szintet, nem csak a nyári jó időszakokban, hanem akkor is, amikor télen, januárban, februárban, ugye ez a szám, ez meg szokott ugrani 12-13%-ra. Képviselő úr, hogyan értékeli a lentiben megvalósult projektet? Minden olyan programnak van jelentősége, amely munkahelyeket bővít, mert lentán munkahelyeket tart meg. Lentiben és környékén mintegy 1700 munkanélkülivel számolunk. Ennek az elosztása körülbelül hölgyek és az urak arányában feles. Ez azt jelenti, hogy itt ebben a program keretében tudtunk foglalkoztatni több száz embert, különösen a hátrányos helyzetűeket, akinek egyébként nem lett volna más lehetőség a foglalkoztatásra, mellette képzést is adtunk nekik. Én úgy gondolom, beváltotta ez az idejövő pénz a reményeket, beváltotta, hiszen több embert fel tudtunk venni az elsődleges munkaerő piacra, és bízom benne, hogy akik nem találtak munkát, a későbbek folyamán hasonló programok keretében találnak itt munkát. Lentiben mindegy 7%-os munkanélküliség van, ez a megyei átlag és az ország
országos átlag alatt van, de még dolgozunk azon, hogy ezt még lejjebb vigyük. Hogyan értékeli a lentiben lezajlott projektet? Minden olyan projekt, minden olyan foglalkoztatási projekt, ami előre viszi a gondolkodásmódunkat, akár kísérleti jellegű, akár valós keresztmetszet mentén dolgozik, nagyon-nagyon fontos. Az itteni projekt, én azt gondolom, hogy ugye a számadatokat tekintjük is egy sikeres programnak tekinthető, hiszen nagyon sokan képzésben vettek részt, a képzés után az elhelyezkedési esélyeik nem csak papíron, hanem ténylegesen javult, foglalkoztatásban is részt vesznek, tehát általában ugye, ha egy munkanélkülinek a munkaerőpiaci esélyeit szeretnénk növelni, akkor ez általában képzéseken, szolgáltatásokon keresztül vezet, magyarul azt jelenti, hogy abból az apátiából, abból a reménytelen helyzetből először mentálisan kell kihozni, majd a tudását, a tapasztalatát gyarapítva képessé kell tenni arra, hogy ne csak papíron, hanem ténylegesen is munkát tudjon vállalni.